Erős vár a mi Istenünk, tisztelettel és szeretettel köszöntöm a megjelenteket, és akadémiai napunkat a 69-es számú énekkel, akár énekeskönyvből, akár a kiosztott lapról, 69-es számú énekkel kezdjük. Szólj boldog, hála ének! Gyülekezet, kedves testvéreim, rektor úrral úgy osztottuk meg a feladatot, hogy nekem jutott az igei köszöntés, és ő pedig valami meglepetéssel készül, nem akarom ezt elárulni előre. De mind a kettőnk szavai kötődnek a kezünkben lévő meghívóhoz. Ezen a meghívón egy jézusi mondatot találunk Máté evangéliumából. Egy kiragadott mondatot. A kiragadott mondatok nagyon veszélyesek tudnak lenni. Én most szeretném visszahelyezni az evangéliumi kontextusába ezt a mondatát Jézusnak. Így tehát ige intonációként hallgassuk meg a 20. fejezetből, a 25. verstől. Abban az élethelyzetben vagyunk, egy feszült helyzetben, amikor az Zebedeus fiak édesanyjukkal megerősítve lobbiznak megfelelő pozíciókért, a mennyei kormányzatban jobb és baloldali helyeket kérnek, és hát ez fölkavarja a kedélyeket, és ebben a szituációban próbál Jézus rendet rakni, rendet vágni. És de Jézus magához hívta őket, és ezt mondta: tudjátok, hogy a népek felett zsarnokoskodnak fejedelmeik, és vezetőik hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért. A mindenkori egyházi szolgálat, ha úgy tetszik, hatalom gyakorlás krisztusi értelmezését, mesterünk küldetés nyilatkozatának tömör foglalatát kapjuk ebben a néhány mondatban. Egyértelmű iránymutatás ez a mindenkori tanítványoknak, így nekünk is: közöttetek ne így legyen. Ha az egyházban is a világ hatalomvágya, rangkorsága, szervilizmusa tükröződik, az egyház ízét veszített sóként előbb-utóbb a történelem oly sokat emlegetett szemétdombjára fog kerülni. Ebben az összefüggésben is aktuális a böjti önvizsgálat, különösen is így böjt 5. hetében, Judika vasárnapjának névadó zsoltárversét idézem annak fényében: ítélj meg, Istenem, és ments meg engem. Urunk, tisztítson meg minket az egykori Zebedeus fiak mindannyiunkban ott szunnyadó hatalomészségének a kísértésétől. Ő szabadítson fel minket jóízű, önzetlen, örömmel vállalt közös szolgálatra sokakért. Sőt, mi több, mindenkiért. Mindazokért, akik reánk bizatnak, akik nekünk és mellénk adatnak utitásként Krisztust követő földi vándorutunkon. Hát ezen a vándor úton hadd köszöntsek most megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel két zarándok társad, kedves szolgatársad, Imre és Tamás püspök testvéremet. Ha szabad egy kicsit protokollmentesebben is mondani, Imre atyámat és Tamás öcsémet, hogy miért ez a közvetlen megszólítás, egy kicsi exkurzust engedjenek meg nekem. Nem mindenki tudhatja, az még nem kötelező tantárgy az egyház történetben, hogy 1971 nagy hete, 48 éve, alig 48 éve, másodéves teológusként
engem kiküldtek Imre atya mellé Miskolcra, teljes jogú káplánnak. Kellett szereznem egy luterkabátot, kb. 3 száma nagyobb volt, mint én, el lehetett képzelni, hogy mutattam benne. Urvacsorátoztattam, mindent csinálhattam, Ottlik Ernő ennyit mondott csak, egyre vigyázz, Káldi meg ne tudja. Ebben az egy mondatban benne van az akkori hatalom gyakorlásnak az egész groteszk bája, de minden esetre ő volt az én első főnököm és atyám, aki aztán azóta is életem forduló pontjainál valahogy mindig ott volt, amikor missziói lelkészt lettem, akkor ő állított szolgálatba, amikor püspöki keresztet kellett a nyakamba akasztani, tőle kaptam. És most, hogy nyugdíjba mentem, most megörököltem az ő munkatársképző tevékenységét, tehát én hálás szeretettel gondolok Imre atyára. És hát Tamás öcsém olyan összefüggésben vívta ki ezt a szép nevet, hogy a budai ifjúságomnak volt szintén jó 40 éve oszlopos tagja, bátyjával együtt, és hát ugye ha van egy bátyja, akkor van egy Tamás öcsém, vagy Sékőcsém, annak idején mondtuk, és azóta hát sok-sok évtizedes barátság és szolgatási, munkatársi kapcsolat fűz össze minket. Tehát ők azok, akik most kerek születésnapi jubileumot ünnepelnek, összesen 140 évről van szó, hogy osztják el egymás között, ez legyen az ő titkuk, vannak tippek rá, de mindesetre 140 évet ünneplünk, azért az már nem semmi. Ezt ünnepelték ők a közelmúltban, és hát olyan testvérekre gondolunk most, akik valóban sokakért végeztek, és végeznek mind a mai napig szolgálatot, ugye ez a sokakért a kulcsszava a mai DSZ akadémikusnak. Csak a jórend kedvéért fölvillantok néhány tény. Köztudott, hogy Imre püspök többek között Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, illetve a Magyar Bibliatársulat elnökeként is tágörelésű sokakért végzett munkát vállalt magára, sőt még ma is viszi a Bibliatársulat elnöki szolgálatát. Ugyancsak közismert Tamás püspök nemzetközi tevékenysége, többek között LVS alelnökként is szolgálta, sok-sok határt átívelt, és ugyanez elmondható sokoldalú média tevékenységéről is, a Luther rajzfilmtől a tévés püspök kenyérig, tehát nem csak a szűkebben rájuk bizott egyházkerület, vagy az egyház gondját és örömét hordozták ők, hanem valóban sokakért végeztek és végeznek szolgálatot. Nem sorolom tovább mindezt, hiszen az igei köszöntő az nem laudáció, még kevésbé nekrológ, hogy minden érdemet föl kéne sorolni, hanem én azt gondolom, hogy azt kell komolyan venni, hogy egy ilyen kerek születésnap az sohasem érdem, hanem egyfajta állapot, egyfajta különlegesen áldott állapot, felülről kapott ajándék. Ezért Istennek adunk hálát, mindenek előtt értetek, neki köszönjük meg mindazt, amit rajtatok keresztül ajándékozott nekünk, közös Urunk. Ő éltessen, vezessen és áldjon meg továbbra is titeket családotokkal együtt. Örülünk annak, hogy ez a kerek születésnap alkalmat kínál arra, hogy a mai napon együtt gondoljuk végig sokakért fölvállalható krisztusi szolgálatunk aktuális küldetését, kérdéseit, kihívásait, esélyeit és reményeit. És akkor átadom rektorunknak.